A mai videóban a nyelvünk vizsgálatán keresztül nézzük meg azt, hogy milyen egészségügyi problémáink lehetnek, hogy mely vitaminokból, tápanyagokból lehet esetleg kevés a testünkben. Üdvözlök mindenkit! Fontos mindenek előtte megjegyeznem, hogy ez a videó nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, nem célja, hogy konkrét egészségügyi problémákat határozzunk meg vele, csak iránymutatást próbál adni arra vonatkozólag, hogy mi lehet a gond. A modern orvostudomány sajnos nagyon sok olyan diagnosztikai módszert elfelejtett, amit a régi természeti gyógyítók alkalmaztak évezredeken át. A kelet-ázsiai tradicionális gyógyítók a nyelv, a szemek, a bőr vizsgálatán keresztül igen jó diagnózist fel tudnak állítani az ember fizikai és lelki állapotáról. A tükör előtt nyújtsd ki a nyelved, és egy pár percen keresztül nézd meg részletesen, vizsgáld meg formáját, a színét, a rajta lévő elváltozásokat. Ebben a videóban nem lesz szó mély részleteiben azokról a nyelvelemzésekről, amelyeket a kínai gyógyászatban vagy az ajurvédában alkalmaznak, mert ezen vizsgálati módszerek részletes bemutatására több órára lenne szükség, mivel rendkívül bonyolultak és összetettek. De éríteni fogjuk a fő vizsgálati területeit a kínai, illetve az ajurvédikus nyelvdiagnózisnak is. Az egészséges nyelv színe és felépítése itt látható, az ajkaink színéhez közelít, nincs megduzzadva, nem vékony, nem merev, nincsenek benne repedések, minimális lepedék van csak rajta. Minél közelebb áll a nyelved színe, formája ehhez az állapothoz, annál inkább elmondhatod magadról, hogy a belső szerveid egyensúlyban vannak, nem valószínű, hogy komoly egészségügyi problémád van. A sápat nyelv látható a képen összehasonlítva az egészséges nyelvvel. Arra utal, hogy nincs elég vér a testünkben, alultápláltak vagyunk, nem viszünk be elegendő tápanyagot, vitamint, és ugye a vér hiánya, a vörös vérsejtek működése szorosan kapcsolódik a lépünkhöz, tehát lép problémára, immungyengességre is utal. Ebben az esetben a legfontosabb lépés magas tápértékű ételek megemelése a táplálkozásunkban, mint például marhahús, halételek, májételek, tojás, keresztes virágú zöldségek, a cékla. A nyelvünk alsó része, kb. 1 cm a nyelvünk végén, ez a rész ad képet a tüdőnk és a szívünk állapotáról. A nyelv hegye az kifejezetten a szív. Ha valamilyen problémák van a szívünkkel vagy a tüdőnkkel, akkor a nyelvünk ezen részén, tehát a végén jelentkezhet duzzanat, tehát meg van duzzadva a nyelv, apró piros vagy sötét pöttyök, repedések, lepedék, elszíneződés, tehát bármi, ami eltér a normálistól. Vagy például fehér, esetleg lila szín, vagy nagyon erős vörös színű lesz a nyelv vége, illetve lehetnek fognyomok is. Ezek a különböző tünetek jelentkezhetnek egy oldalt és két oldalt is a nyelv végén. Az a jobb, ha mindkét oldalt vannak, és kevésbé jó, ha például csak a nyelv vég bal oldalán van lepedék, vagy mondjuk jobb oldalt van megduzzadva, megtagadva. Minél több ilyen tünetet veszünk észre a nyelv ezen alsó részén, annál súlyosabb, illetve összetettebb lehet a szív, illetve tüdő probléma. Hölgyeknél a nyelv alsó része két oldalt, a melleket is jelöli, tehát ha nincs semmilyen szív vagy tüdő problémák, akkor valószínűleg a mellekkel van a gond. A betegségek szempontjából lehet magas vérnyomás, koszorúérbetegség, asztma, hörkulut. Ha csak a nyelv vége vörös, tehát erősen eltér a nyelv többi színétől, intenzív, erős, piros színű, az az érzelmi stressz, a túl sok gondolkodás, az aggodalom jele. A következő az erősen vörös nyelv, tehát az egész nyelv vörös, nem rózsaszín, hanem kifejezetten piros. Ez magas hőmérsékletre utal a testben, amit okozhat valamilyen vírus vagy kórokozó, vagy a túl sok melegítő étel bevitele, ilyenek az alkoholos italok, a kávé, fűszeres ételek, de inkább valamilyen kórokozóra utal általában. A vírusok, baktériumok ellen immunerősítésre nagyon jó a méhpempő, a mikroalgák, a fekete bodzaszirup, az ezüst kolloid,
grapefruit magcsepp, az olajfalevél és mások. Az erősen vörös nyelv hátterében lehet folsav és B12 vitamin hiány is. Ha külön pótoljuk őket, étrendkiegészítővel szedjünk melléjük sörélesztőt is, mivel a sörélesztőben benne van a többi B-vitamin is, amelyek segítik a folsav és a B12 felszívódását. A nyelv két oldalt, tehát a nyelvünk szélei, a májat, az epét és a hasnyálmirigy állapotát jelzik. Hölgyeknél itt van a petefészek is. Hasonlóan a nyelv végéhez, a duzzanat, az apró foltok, a sötét pöttyök, az erőteljes vörös szín, a fognyomok, az elszíneződés ezen a részen, tehát a nyelv két oldalán, a széleken, jelzik itt is a problémát a májjal, az epével vagy a petefészekkel. Ha a nyelvünk kifejezetten csak a két szélen, tehát két oldalt vörös erősen, tehát vörösebb, mint a nyelvünk többi része, az a májban lévő magas hőmérsékletre utal, azaz túl van terhelve a máj, illetve valószínűleg a hasnyálmirigy is. Ennek ugye lehet a hátterében magas inzulinszint, ugye a sok gabonaétel, a cukor, a szénhidrátok megterhelik a májat, vagy lehet májgyulladás, vagy más máj probléma, esetleg epe probléma. A máj és a hasnyálmirigy regenerálásához az első fontos lépés a magas finomított szénhidrát tartalmú ételek lecsökkentése a táplálkozásunkban, kenyér, tészták, sütemények, gabonapelyhek, cukor, fehérlés, burgonya, plusz a napi kevesebb szeri étkezés, hogy legyen ideje a testünknek javítani a máj és hasnyálmirigy hibákat. A máj regenerálására a legjobbak a Mária tövis magörlemény, a kolin, ez étrendkiegészítő formában vihető be, és a koleszterin oldásában segít, a keresztes virágú zöldségek, a zöld kiegészítő ételek, mint a mikroalgák, bogyós gyümölcsök és gyümölcslevek, illetve a belőlük készült flavonoid koncentrátumok. A flavonoidok nagyon jól regenerálják a májsejteket. A kurkumin, a kurkuma kivonata, az articsóka kivonata és a fokhagyma. A nyelv középső része a gyomor, illetve a lép állapotáról ad képet. Itt is hasonlóan a többi részhez, az eltérések utalnak a problémára, tehát az erős vörös szín, a pöttyök, a vastag lepedék, vagy színes lepedék, a duzzanat, az elszíneződések. Az erős vörös szín a nyelv közepén erős hőt jelent a gyomorban, például a túl erős gyomorsavnak lehet a jele. Ilyenkor a legjobb megoldás a zöldek rendszeres bevitele, káposzta, leveleskel, brokkoli, kelbimbó, rukkola, sóska, búzafő, klorella, alga. Ha megvan duzzadva a nyelvünk középen, tehát vastagabbnak tűnik a többi részhez képest, az jelezheti a lép gyengeségét, ugye a lépünk az immunrendszer működésében játszik szerepet, tehát ez jelezheti azt, hogy az immunrendszerünk valamilyen kórokozóval küzd, és a lép az nagyon le van terhelve. Ebben az esetben derítsük ki először is azt, hogy mi állhat a háttérben, majd gondoljuk az immunerősítésre, cinkpótlás, A-vitamin tartalmú ételek pótlás, hogy az A-vitaminok, illetve a karotinoidok nagyon jók a lép számára. Az A-vitamin elsősorban állati eredetű ételekben van jelen, ezüst kolloid, grapefruit magcsepp, fekete bodza, olajfalevél, méhpempő, kolosztrum és mások. A következő megvizsgálandó a nyelven lévő lepedék mértéke, tehát mennyisége és színe. A mennyiségét úgy tudjuk kideríteni, hogy lekaparjuk az ujjunkkal a nyelvről, illetve javaslom a nyelvtisztító rendszeres használatát is, a drogériákban általában kapható, mert így a nyelv rendszeres tisztításán keresztül folyamatosan tisztában leszünk a nyelven lévő lepedék mértékével, ami tudatosítja bennünk az emésztőrendszerünk általános állapotát. Ugye mindenkinek van a nyelvén valamennyi lepedék, ami a vékony fehértől egészen a nagyon sötét feketéig terjedhet. Minél vastagabb, minél több és sötétebb, illetve minél nagyobb területen terül el a nyelven a lepedék,
annál súlyosabb emésztőrendszeri problémára, ugye, problémára utal, illetve annál inkább fel van borulva a gyomor, a beleknek az egyensúlya. Tehát a barna szín súlyosabb, mint a sárga súlyosabb, mint a fehér. Ha a nyelved 75%-án van lebedék, az súlyosabb, mintha csak a nyelved hátsó részén lenne. Ha nagyon vastag a lepedék, súlyosabb, mintha csak egy nagyon vékony réteg lenne. Tehát ha csak egy vékony fehér lepedék van itt ott a nyelven, az kevésbé problémás, mint az, amikor megkaparod a nyelvedet az ujjaddal, és ott marad a kezeden a lepedék, mert már annyira sok van belőle. A nyelvünk hátsó része középen kifejezetten a vékony beleket jelöli, illetve a húgyhólyagot még, két oldalt hátul pedig a beséket. Ha a nyelvünk hátsó része nagyon ramatyul néz ki, sok ott a lepedék, nem is fehér, hanem sárgás, vagy még sötétebb színű, az a legtöbb embernél arra utal, hogy az emésztőrendszerével gondok vannak, és itt az idő a vékonybél rendbetételére, a regenerálásra. A belek regenerálását a diéták megváltoztatásával kezdjük, kevesebb szeri evéssel, kevesebb szénhidráttal, és sok zöld színű zöldséget együnk, illetve keresztes virágú zöldségeket, mert a zöldek tudják leginkább táplálni a belekben a hasznos baktériumokat, tehát a bélbaktériumok a leginkább a zöld színű, zöld leveles zöldségekkel tudnak táplálkozni. Jók még az erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta, kovászos uborka, kefír, a joghurt. Érdemes probiotikum tartalmú készítményt is szedni, csökkentik a gyulladásokat a belekben a polifenolok, a flavonoidok, meg ugye a bogyós gyümölcsökben vannak, vagy például a nyers virágporban. A bélfal regenerálásához nagyon jó a kollagén, az L-glutamin, a kurkumin. Az emésztőrendszerben elszaporodott gombák és baktériumok ellen pedig a manukaméz, a kókuszolaj, az ezüst kolloid, a grapefruit magcsepp, az aloe vera, a fokhagyma, az almaecet, szüretlen almaecet, az oregano olaj. A nagyon fehér nyelv, vastag fehér lepedékkel általában valamilyen nem kívánatos gombának az elszaporodását jelzi az emésztőrendszerben. Legtöbbször a kandida, de más gomba is lehet. Ilyenkor általában az egész nyelv fehér szokott lenni, súlyosabb állapotban át szokott menni sárgába is. A kandida és más hasonló gombák, baktériumok túlszaporodását okozhatják az antibiotikumok, a szteroidok, a fogamzásgátlók, illetve a hosszú távú folyamatos túl sok finomított szénhidrát bevitel és a napi sokszori étkezés, ami inzulin rezisztenciát okoz. A megoldás ebben az esetben is a cukor, a gabona ételek, a kenyér, tészták, sütemények, édességek visszaszorítása és a zöldek, illetve a magas probiotikum tartalmú ételek arányának megemelése a táplálkozásunkban, kefir, joghurt, savanyú káposzta, kovászos uborka, szüretlen almaecet, kombucsa, kimchi, illetve az előző részben említett belső fertőtlenítők napi szintű folyamatos pótlása. Az égő nyelv érzete B-vitamin hiányra utal, főként B12 hiányra, ami összefügghet folsav, illetve vas hiányal is. Ugye ez a három vegyület nagyon sok mindenben együtt működik a testünkben. Okozhatja az égő érzetet esetleg a reflux is, de a reflux esetén inkább a nyelőcsőnél lévő égető érzés a probléma. A B12 hiánya eredhet a gyenge gyomorsavból, ami egyébként okozhat refluxot is. A túl sok alkohol bevitelétől, tehát az alkohol napi szinti fogyasztása az jelentősen csökkenti a B12 készleteinket, illetve a hiányát előidézheti olyan probléma az emésztőrendszerben, ami miatt rossz a felszívódás, például IBS vagy gyomor bypass műtét után is kialakulhat. A legjobb B12 források a tojás, a húsok és a tejtermékek, illetve fontos erősíteni a gyomorsavat, amire a legjobb a szüretlen almaecet, az emésztőenzimek vagy a savanyú káposzta.
A következő a fémes érzet a szájban, a nyelven. Ezt sok minden okozhatja. A legnagyobb valószínűséggel cinkhiányról van szó. Amikor nagyon alacsony a cink szintje a testünkben, elveszíthetjük az ízlelésünket, de még előtte egy korábbi fázisban jelentkezhet a fémes érzet is. Ilyenkor a megoldás a cinkpótlás. A cinkről készítettem már egy külön videót, a több infót is találsz róla. A fémes érzetet kemoterápia alatt is szokták érezni a betegek, egyes antibiotikumok is okozhatják, keletkezhet az érzet a szintetikus vitaminok szedésétől is, illetve egyes konyhai edényekből is kioldódhatnak a fémek, tehát erre is érdemes odafigyelni. A fájdalmas piros nyelv B2 vitamin hiányra utal, ilyenkor általában az ajkakon is repedések jelennek meg. A B2 vitamin hiánya hátterében leginkább a gabonaételek túlzott fogyasztása áll, kenyerek, tésztek, sütemények, stb. Tehát a gabonaételeket érdemes kell visszaszorítani. A B2 pótlására a legjobb étel az inaktív sörélesztő. Ha a fájdalom együtt eltüledeznek a nyelvünkön lévő apró kis hámképződmények, amelyeket papilláknak nevezünk. Ezek apró kis szemölcsök, tehát így a nyelv simává válik. Ez más tápanyagoknak a hiányát is jelzi. Tehát, hogyha a fájdalommal együtt el is tüneteznek ezek a papillák, szemölcsök a nyelvről. A hasadások a nyelven, a repedezett nyelvnek az okai nem igazán ismertek pontosan. Van egy pár betegség, amikor jelentkezni szokott, például a egyes pikkelysömörös betegségeknél. Lehet A-vitamin hiánynak is a jele. Általában ilyenkor nem olyan erősek ezek a repedések. Tehát ha A-vitamin hiány okozza, akkor ugye a további tünetek, a látásromlás, illetve a bőr szárassága, vagy egyéb bőr problémák. Az A-vitamin pótlására a legjobbak a halételek és a májételek. A repedezett nyelv jelezhet ételintoleranciát is, illetve áteresztő bélszindrómát. A száraz nyelv, illetve a száj, tehát az egész száj kiszárad, melyhez társulnak egyéb nyelvi elváltozások, például lepedék vagy színeltérések és fájdalom, nagy eséllyel pajzsmirigy alulműködést jelent, de lehet száraz a szánk amiatt is, mert a szájban lévő mirigyek nem termelnek elegendő folyadékot, ennek hátterében általában valamilyen autoimmun betegség van. Okozhat száraz nyelvet a túl kevés víz fogyasztása is. A duzzadt nyelv, tehát amikor az egész nyelvünk meg van duzzadva, ez leginkább allergia miatt van, lehet étel vagy pollen allergia is, vagy akár gyógyszer allergia is. A duzzadást egyrészt onnan veheted észre, hogy összetudod hasonlítani a nyelved egy korábbi állapotával, ha például megfogod a két ujjaddal a nyelvet, alul és felül, illetve amikor meg van duzzadva a nyelvünk, két oldalt a nyelven megjelennek a fogak nyomai, mert ugye nagyobb a nyelv a duzzadás miatt, és nem fér el rendesen a szájban, tehát ugye a fogak nyomokat hagynak két oldalt rajta. Ilyenkor sokszor a súródás miatt sebek is megjelenhetnek a nyelven. Tehát ha megnézed a nyelved a tükörben, és két oldalt ott vannak a fogak nyomai, ezt minden nap, ugye, hogyha ellenőrzed, pár napon keresztül ez állandóan látszik, ez jelez valamilyen mértékű duzzadást, és értelemszerűen allergiát, vagy ételintoleranciát. A leggyakoribb allergiák, ugye a glutén, a tej, a magvak, a szója, a gyógyszerek közül okozhatják a magas vérnyomásra felírtak, a nem szteroidos gyulladáscsökkentők és egyes antibiotikumok is.
Általánosan a legtöbb allergia féle mértékének a csökkentéséhez a legjobbak a csalángyökér, amit teaként tudunk inni. Ez ugye a egyik legolcsóbb módszer, de nagyon jól szokott működni különböző allergiák esetén. A betain hidroklorid, mivel javít az ételek lebomlásán a gyomorban, ez ugye emésztőenzim készítményekben található meg, ez az anyag. Itt ajánlanám a figyelmetbe az enzima plusz készítményt, amely betain hidrokloridot, emésztőenzimeket és más emésztésjavító gyógynövényeket is tartalmaz. Aztán van még a retek, illetve a retek kivonatok, főként a fekete retek nagyon jó, allergia mérséklő, sokféle allergia esetén alkalmazható, illetve a természetes C-vitamin, tehát ami az ételekben van, homoktövis, bogyós gyümölcsök, savanyú káposzta. A duzzadnyelv hátterében lehet vashiány is, melynek további tünetei a fáradékonyság, az ingerlékenység. A nyelv duzzadása jelezheti a méreganyagok felhalmozódását is a testünkben, tehát ilyenkor a méregtelenítésre is gondolhatunk. A nyelv vizsergését, zsibbadását több minden okozhatja, leginkább itt is az allergia lehet, de az alacsony vércukor szintnél is jelentkezhet, illetve állhat a háttérben autoimmun betegség is. Allergia esetén hasonlóan járhatunk el, mint a duzzadnyelvnél, a vércukorszint emeléséhez pedig együnk egy kis nyersmézet. A nyelvvizsergés hátterében lehet kálciumhiány is, melynek oka lehet, hogy nem viszünk be elegendő kálciumot, de az is lehet, hogy a bevitt kálcium nem tud felszívódni az emésztés során, melynek oka a gyenge gyomorsav, azaz a gyomor pH értéke nem elég savas. Ilyenkor a megoldás a szüretlen almácet rendszeres fogyasztása, illetve az emésztő enzim pótlás. A bizsergést okozhatja B-vitamin hiány is, főként a B12 és a B9, azaz a folsav hiány állhat a hátterében. A B-vitamin szintük sok minden miatt csökkenhet, például a rengeteg gyógyszer is csökkenti a szintjüket. A nyelven, illetve a szájban megjelenő hólyagok, az afta jele. Ez egy hiánybetegség, főként B-vitamin hiányra utal, leginkább B12 és folsav hiányt jelent. A hólyagok, az afták legfőbb oka a túl sok finomított gabonaétel fogyasztása, mint ugye a kenyerek, tészták, sütemények, gabonapelyhek. Itt a megoldás egyszerűen az, hogy csökkentsük le a gabonaételek arányát a táplálkozásunkban. A hólyagokat okozhatja valamilyen bérrendszeri probléma is, például IBS, áteresztő bérszindróma, vagy antibiotikumos kezelés is során is jelentkezhet. És végül a lila nyelv, vagy lilásodó nyelv, vagy esetleg fekete pontok a nyelven, a vér pangására utalnak, ami előjele lehet a vízszérnek például, vagy más olyan érrendszeri problémának, amit a nem megfelelő vérkeringés okoz. De jelezhet máj problémát is, illetve jelezhet fájdalmas végtagokat, fejfájás esetén is jelentkezhet a lilás nyelv. A lilásodó nyelv lehet oxigénhiány jele is, de ilyenkor általában más tünetek is ugye jelen vannak, tehát nem ez a legfőbb gondunk. Mindezeken túl a nyelven sok más elváltozás, tünet lehetséges, ha furcsaságokat tapasztalunk, forduljunk orvoshoz, természetgyógyászhoz. Bízom benne, hogy ezek az információk hasznosak voltak számodra, és segítettek abban, hogy jobban megértsd a testedben zajló folyamatokat, így még időben tudsz változtatni. Jó egészséget kívánok mindenkinek! Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veletek!